Hétköznapjaink tele vannak olyan szokásokkal, amelyek az életünket jó vagy rossz irányba fogják fordítani. A szokások egyszerűek, általában valamilyen ismétlődő cselekvések, amely mögött nincsen plusz gondolat. Egyszerűen megszoktuk, hogy azt csináljuk, és ez mondjuk segíti az életünket, de akár ez ronthatja is. Az életünk részét képezik például a rituálék is, amelyek hasonlóak a szokásokhoz, csak a szokásoktól eltérően itt van egy plusz gondolat is. Az a lényeg benne, hogy van egy cselekvés sorozat, és ezen kívül van plusz egy gondolat, tehát a cselekvés nem abban fog eredményt hozni, amit éppen csinálsz, hanem a plusz gondolat miatt valamilyen teljesen más területen. Ez rettentő fontos, tulajdonképpen a hétköznapjaink tele vannak ilyen rituálékkal, csak ma már másképpen nevezzük ezeket, és teljesen más a megjelenési formája. Például a média, a politika pontosan ilyen rituálékon keresztül téged. Nem rituálénak hívjuk, hiszen a rituálé egy vallási környezetből kivett szó, megvan a pontos jelentése, szertatásokon keresztül valamilyen eredményt kívánnak elérni nálad vagy a társadalomban. A marketing és a politikai propaganda tulajdonképpen egy modern rituálé, ugyanarról szól, valamit cselekszel, de nem ott kapod meg a hatást, amit csinálsz, hanem az életedre gyakorol valamilyen hatást. Ez azt jelenti, hogy nem az a lényeg, hogy te megveszel valamit, hanem az a lényeg, ha megvetted, akkor te egy olyan dolgot fogsz csinálni, úgy fogsz élni, ahogy azt elképzelte az, aki el akarta adni azt a valamit neked. Tehát kialakulnak majd szokásai, de ezek azért alakultak ki, mert belettél programozva egy marketing, egy reklám mondjuk, vagy egy propaganda szöveg miatt föl lehet használni a saját életedre pozitívan ezt a metódus, hiszen ez egy óriási erő, hogyha a kezedben van, tehát tulajdonképpen saját magadat önfejlesztheted, ilyen szokások kialakításával, amelyek mellett plusz gondolatok is vannak. Például nevezhetjük úgy is, hogy ilyen rituális önprogramozó cselekvéseket tudsz csinálni, és ezeknek a cselekvéseknek a hatása nem csak abban fog megjelenni, amit csinálsz, hanem a teljes életedre tulajdonképpen pozitív hatású lehet. Ha ilyen elcsépelt célokat veszünk, mint hogy boldogok legyünk, gazdagok legyünk, sikeresek legyünk, egészségesek legyünk, akkor egyrészt ezt nem vitathatjuk, hogy bárki akar ilyeneket, hiszen ez összefoglal nagyon sok mindent, persze mindenkinek más jelent. De ezt már meg lehet közelíteni, Ilyen programozása. Az azt jelenti, hogy más jelent a boldogság mindenki számára, de bizonyos cselekvés sorozattal Létre lehet hozni a szervezetben olyan reakciókat, amely boldogságokat fog okozni, és onnantól kezdve az ember pozitívan fog gondolkozni, és a boldogság irányába fog tendálni. Használd ezt az ősi technikát például a saját életedre, programozd magad bizonyos ismétlődő feladatokkal. Például ott van a reggel, ahol nagyon könnyen ismételhetsz bizonyos dolgokat, és nem azért, mert hogy megmosod a fogadat, és akkor egészséges és tiszták lesznek a fogait, hanem azért, mert valamilyen szokással elindítod a szervezetedet, és a reggeled nem olyan lesz, hogy fölkelsz és nyüglődsz, hanem ha megcsinálsz bizonyos cselekvés sorozatot, az mindig azt fogja jelenteni nálad, mindig ugyanazt fogja bekapcsolni az agyadba és a szervezetedbe, hogy ez a reggel jó, és sikeres leszel a mai nap. Ez persze nem fogatmosni kell, hanem valamilyen cselekvés sorozatot kell ismételten megcsinálni minden nap. Ne gondolj nagy dolgokra, három-öt cselekvés már bőven elegendő ahhoz, hogy beprogramozódik a szervezetedbe az, hogy a reggelek jók, és energetikusan fogsz ébredni, pontosabban energetikusan kezdesz hozzá a naphoz. Komolyabb rituálékat is létre lehet hozni az életedbe, amelyek mondjuk a sikert meg tudják alapozni. Az ember sikeres gondolkodása, az tanulható. Az ember önmagában programozható, ezt meg kell érteni innentől kezdve, hatalmas lehetőséged van az önfejlesztésben. Magadat programoz, ne azt hagyd, hogy más programozzon téged. Tehát magadat programozod azzal, hogy bizonyos a környezetedben hatásos cselekvéseket csinálsz, ezeket ismételd, és nem csak te fogod megtanulni, hanem a környezeted is rá fog állni, rá fog hangulódni ezekre az ismétlődésekre, és így elvárhatsz bizonyos eredményeket, amelyek megjöhetnek, és nagyon várod. Ilyen lehet például az, hogy a tárgyalásaidon nyugodt és magabiztos tudsz maradni ne felejtsük el a párkapcsolatot sem, hiszen akinek nincs, az szeretné a nagyot megtalálni, és ahhoz a legnagyobb esélyt akkor kapod meg, hogyha te férfiként vagy nőként, a férfiasságodban és a nőiességedben szintén magabiztos tudsz lenni, ki tudod fejezni azt, amit szeretné, és így olyan párt fogsz kapni az élettől, ami valóban neked való. Ezeket szintén meg tud erősíteni rituálékkal. Nehéz lenne most ezt így kamerában elmagyarázni, ehhez gyakorlati modelleket alkottam meg, amelyeket szemináriumokon el lehet érni. rituális önprogramozás címmel fogok elindítani most egy mini kurzus, két alkalomból, két modulból fog állni. Mindenhol sok-sok rituálit fogunk csinálni, tulajdonképpen a napot négy részre osztva, különböző rítusokon keresztül fogunk megcélozni különböző eredményeket. Ezek az eredmények a hétköznapokban hasznos eredmények, megközelítik mondjuk az általános boldogság, gazdagság, egészség célokat, de ezek konkrétizálhatóak. Az a célom, hogy a rituálikat, ahogy együtt megcsináljuk, abból te nyugodtan a saját képedre formálhatsz bármit, és kialakíthatod saját magad számára az, hogy mit csináljál otthon. Ezek a programok egyáltalán nem nehezek, jól megtanulhatóak, inkább szórakoztatóak. A tapasztalatom az, hogy bármilyen nehezebb hangvételű szemináriumon is, amikor beraktam valamilyen rituáliszerű szerű feladatot, akkor az emberek ezt felszabadultan, könnyedén, boldogan csinálták meg. Utána a hétköznapjaikban ezt könnyen érthető módon be tudták rakni, és ott nagyon gyorsan eredményeket kaptak. Tehát, ahogy mondtam, a napszakokat az felosztjuk, lesznek reggeli rutinok, reggeli rítusok, ezek egyszerű mozgásos, meditációs technikákon alapuló feladatsorok lesznek. Aztán lesznek a délelőtt és a délutáni programok, amelyek főleg a mozgással kapcsolatos rituálékat fogják venni, illetve lesznek az esti blackbox munkák, amelyeket szintén rituális szerűen fogunk csinálni. Nagyon érdekes számomra is a rituális önprogramozás kurzus, mert alapjául szolgál majd a 2024-es Mesterkurzusnak. A mai ember teljesen más kihívások elé állítja a saját társadalma, mint tíz évvel ezelőtt. Modernebb, de az ősi technikákat nem elfelejtve olyan módszereket kell alkalmazni, ami a mai napi célkitűzéseknek is megfelelnek. Ilyen az önprogramozás, amely a nem vallásos értelmű rituális technológiával, Összevegyítve, egy nagyon hatásos eszközt ad a személyiségét fejleszteni kívánó emberek számára.